srácok. Nos, az már biztos, hogy ez egy nézzük újra a középsulit rész lesz. Az is biztos, hogy a 11. Az viszont nem biztos, hogy nem fogok közben meghalni. Ugyanis közérdekű információ, beleléptem egy rostás szögbe. És elkérem már nem tetanusz oltásért. De nem, mert én most ezt a videót csinálom, úgyhogy lehet, hogyha közben így elkezd habzani a szám, vagy ilyenek, akkor az azért van, mert éppen megveszek. Elemben 11 óra van, totál kiment a fejemből, hogy elmenjek érettségi felkészítő konzultációra. Megrengeteg minden mást is elfelejtettem. Ja igen, most keltem, és... Na csapjunk bele! Szóval a 11. rész az a nem túl autentikus látvánnyal indul, hogy a fiúk öltöznek, aztán utána... Így nehéz lesz, hogyha mindig ásítok. Szóval... Hozzak egy kávét. Szóval, a 11. részben ilyen nem túl autentikus öltözködést láthatunk, közben Luffy fújás, majd berekedést. És akkor Christoph Bar elkezdi az überkegyetlen tesi órát, amikor így igazából épül az egész rész. Ebben a tesi órában olyan nagy volumenű poénokat lövöldözünk el, amiket valóban, és hát igazából így a komment szekcióban is tarthatnék egy külön 11. rész komment szekciója videót, ugyanis az is tele van annyi mindenféle érdekes dologgal, meg megfigyeléssel, úgyhogy onnan is szemezgettem azért egy párat. És hát ugye kapásból, amikor én azt mondom Krisztusnak, hogy hát ugye nem volt állítmány a medicinlaptás dumájában, hát ugye azt is egyszer Medancsó Peti előtte, ugyanúgy, ahogy nagyon minden mást is, amikor én nagyon sok poént építettünk, szóval... Ó, bende fiam! Hát igen, ilyenek általában az ilyen iskolai kemény gyerekek, hogy így magyaráznak, meg izé, hogy valakinek levág egyet, utána annak fáj, és akkor utána meg hirtelen, jaj, hát de nem is tudom, hát én hirtelen csak nem bende. Nagyon megérdemelnéd azt, hogy kirúgjanak. Nagyon. Zsófi valami idegent rejteget a WC-be, te összevered Matyit, Oliver pedig... Ugye, hogyha most megnézitek, azt mondja, hogy ő, Bende, összeveri Matyi, Zsófi idegeneket rejteget a WC-be, én pedig, ugye, hogyha tudja az ember, 6 részre rá, 17. részbe fogom felrobbantani az iskolát. 6 részre rá. Kata vajon elő, jövőbe látom. Nem látnám a medicin labda nélkül tesizni? Erti! De hol van? Google agyba szakdelés! Hála Istennek, hogy nem medicinlabdában játszunk, hanem a jó öreg guggolásból szögderés a kedvencem. Majdnem annyira, mint az utána következő... Megfőtem azt. És hogyha megnézitek, ugyanúgy, mint az utolsó alkalommal, most is elcsalom, mint a fene. Az óra már régen elkezdődött. Leszarom. Mi ez a tiszteletlenség? Szóval Réka abból az osztályból érkezett, ahonnan ugye
Juli is, és aminek az életét most szemléljük, ugye Bomba Boy, Baby Girl, Mosoly Lady, and so on. Vajon Réka és Lady Baby Baby Bomba Lady Bumbarumtantumpintam. Szóval, hogy vajon ők hogy férhettek meg egymás mellett? Mert hát azt ugye, szóval azt ugye a múltkori videóban már megbeszéltük, hogy, vagyis én felhoztam azt, hogy ugye Julit valószínű, hogy így exercíroztatta nagyon-nagyon-nagyon, és azért jött át. De most mi van Rékával? Szóval, hogy Réka meg annyira exercíroztatta a többieket. Vagy lehet, hogy ő volt az, aki igazából mindenkit így terrorizált. Írjátok le kommentbe. Dominik itt mondja, hogy nem akar új osztálytársat, aztán végén ő sír a legjobban, amikor Réka meghal. Vagyis elköltözik. Vito Zsombor az estiskában. Nézzétek meg ezt a jelenetet, amúgy olyan, mint valami esti ilyen büntetés. Tehát vannak ott olyan furrandom emberek, mint például Pablo Peti, akit ugye csak később derül ki, hogy majd amúgy ő Peti a mentalista és hogy zombi barátja, de hogy mit keres ott, ugye az éjszakai büntetésen, mert hogyha megnézitek zombi mögött, amúgy este van. Benne nagyon védelmezi ezt az osztályt. Bár azt még ő se tudja, hogy mitől. Hogyha a Juli felelését ilyen 10 másodpercesen ugráltatjátok, mert így nézitek, és így, mert hogy látszik így, szóval így a képernyő oldalra koppint az kettőt, akkor 10 másodpercet ugrik. Szóval, hogy a felelését így ugráltatod, akkor csak azt hallod, hogy tök szép dallam jön ki. Aztán a végén pedig következik egy kellemes testnevelés óra Krisztuszbával, majd a legvégén pedig énekelek, ami hát nyilván a megfelelő hangosítás és utómunkáltat nélkül eléggé minősíthető. Hát srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, wow, be van dugulva az orrom. Hát srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor pedig egy dislike-ot, legközelebb is találkozunk. Én Oliver voltam, ez a 999 TV a középső csatornáján. Sziasztok!